Köszöntöm Rábaközi Televízió nézőit! Mai műsorunkban beszélgetést láthatnak Cseh Lászlónéval és Bödecs Tibornéval, beledi amatőr alkotókkal. A nyugdíjas asszonyok kreatív asztali díszeket, festményeket és falra akasztható koszorúkat készítenek. Az elmúlt hetekben több kreatív beledit mutattunk be a Rábaközi Televízió nézőinek, akik valamilyen formában vagy rajzoltak éppen, vagy fontak, festettek, szabadidejüket hasznosan töltik el. Folytatva ezt a sorozatot, Cseh Lászlónéval fogunk beszélgetni, de még mielőtt az alkotásairól, az alkotás öröméről, hát kezdjük azzal, hogy ön törzsgyökeres beledi, itt született, itt nőtt fel. Igen, Cseh Lászlóné vagyok, Joli néni. Itt születtem Beledben, és itt nőttem fel. Nem, itt ez a hely, ahol lakunk, ez volt a szülői ház, amit ugye átépítettünk a férjemmel. Hát bizony, négy család mellett, édesapám beteg volt, idős volt, akkor hát takarítás munkát tudtam vállalni a beledi egészségügyi centrumban, onnan jöttem nyugdíjba, és a nyugdíjas évek alatt is nagyon-nagyon unatkoztam, és hívtak a nagyboltba, forrásboltba, hát elmennék-e takarítani, hát ezer örömmel, akkor találkozhatom a belediekkel, ugye, mert innen nem nagyon mozdultam ki. Hát ott dolgoztam félműszakba, de hát ugye egész nyáron az uborka, és hát mondtam, most már nem, mert hát itthon ugye elkezdődik az eltevés az eperrel, befejeződik a birsalmával. Most gondolgatom, hogy még valamit kellene, lehet, hogy csitkét, de nem biztos. Ugye azért egy-két szóban a családról is, hiszen időközben ugye férjhez ment. Igen. Ez mikor történt, mert ez egy jeles dátum közelít. Tehát az azt jelenti, hogy 50 éve lesznek lassan házasok. Igen, igen. És hány gyermekük született? Négy. Négy a nagyobbik fiú és a három leány. És hány unoka van? 9. Tehát egy szép nagy családról nagy, van szó. Nagy és aranyosak. Imádom őket. Hát már én is leszek még egyszer 70 éves, és az életben ugye be vagyunk osztva. Fiatalság, középkor, időskor, és az időskornak ez ad nagy erőt, örömet, az unokák. De önnek van egy másik örömforrása, az alkotás. Na most, ha megnézzük itt Beledben, nagyon sokan valamit tesznek. Vagy szakkörbe járnak, varnak, fonnak, szőnek, rajzolnak, festenek, de hát önnek kétfajta olyan tevékenysége van, amit érdemes kiemelni. Erről beszélgessünk. Hát honnét van ez a kézügyesség például? Hát, ugye, ez jön magától. Valahol a génekben édesanyámnak az öccse Budapesten élt. Én nem ismertem, nagyon kicsi gyerek voltam. Csak ugye elmondások alapján ő festőművész volt, és hát én ahogy visszagondolkodtam, lehet, hogy valami kis gén szorult belém, amit sokszor hát bánok, mert hát ez a festés, ugye ez jött először. Hát, ez hogyan kezdődött? Igen. Ez szeptemberi hónapban kezdődött, amikor elmentek a gyerekek itthonról. Édesapámat eltemettük tavasszal, még akkor a férjem dolgozott, és hát nagyon szomorú nap volt, ilyen borús, és hát én meg kimentem a kertbe, és hát akkor éreztem, bejöttem, hogy ez a nagy ház, ez a nagy lakás üres. Csak én vagyok. Hát azért, hogy nem adtam fel, és gondoltam, hogy valamit kezdjek magammal, és elkezdtem, hát mi volt más akkor, mint rajzlap, elkezdtem gombfestékkel festegetni. És ugye ez szeptemberben jöttek haza a győri lányomék, és hoztak nekem akvarell rajzlapot, hozzá festéket, és akkor én úgy azzal elkezdtem hát pingálgatni, és akkor a következő tavasszal gondoltam, hogy hát ha ez megy vízzel, akkor megy olajjal is.
és akkor hát maradtam az olajnál. Hát ugye itt nem lehet itt a városban, örülök, hogy városban élhetek, de nem lehet ilyesmit beszerezni. Van kreatív volt, de ez nem erről szól. És akkor hát Győrbe, vagy Szombathelyen, és hát beszereztem ilyen dolgokat, és hát nekiálltam festegetni. Mit festett? És hát közel állnak hozzám a virágok. És emlékből, emlékezetből, mindig ahogy változnak az évszakok, például tavasszal az orgonát, és nyáron a csokrot, akkor meg ami eszembe jut, és akkor úgy nekiállok, és kigondolom, és alakítok rajta. Hát nagyon sokat festettem, adni öröm. Elajándékoztam belőlük a családba, de úgy tudják ám, nagyon szeretem őket, még az ismerősök is, mert ha én valahol olyan helyen megjelenek, most is ott van a teraszon, két keret. Hát azt is én úgy kaptam, Kisfaludon, és majd terveztem, hogy én abba fogok festeni egy naplementét, meg hasonlót, de ugye most az idő nem dolgozik nekem, nem süt a nap, és hát majd még azért bízom. Ugye voltak ezek a ünnepek, halottak napja, nyáron meg szintén az eltevések. Szeretek utazni, hol ide, hol oda, mindig van valamelyik barátnőm vagy a húgom. És akkor csak ilyen őszi-téli időszakban jut idő mondjuk a festésre? Igen, télen nincs festés, mert ugye nincs fény, nincs olyan hely, és ugye az kenődik. Nem, ősszel, tavasszal, amikor ott van. Télen akkor ide bejövök, nem foglalkozom a tévével, akkor horgolok, és kikeményítem. Tavaly télen akkor csináltam ezeket a úgymond harisnya virágokat. Nem volt sárga, piros, ilyen-olyan harisnyám. Ételfestékkel befestettem drótra, és akkor ugye formáltam. Azokat is elosztogattam, mert én azokat olyan gicsnek tartom. Ugye festésnél maradva még egy pillanat erejéig, hogyan alakítja ki a formákat? Hiszen azért nagyon szépek ezek a képek, így ránézésre is. Tehát nagyon szépen, plasztikusan megvannak a különböző virágok formái, de látok épületeket. Ön például lefestette, a férje onnét származik. Hogy alakulnak ki először? Fejből. Minden a fejbe dől el. És akkor ugye, hát megalapozok egy foroslemez vásznat, azt honnan vegyek vásznat. És azt lealapozom, és úgy elképzelem. Csak képzeletből, se képről, semmi másról, csak ami a fejemben van. Vázlatokat készít, vagy egyből megfesti? Megfestem, én azt úgy elgondolom, hogy ezt most ide teszem, ezt a vázát, oda a virágot rá, na még ide fér, még oda fér egy-egy, és olyan, hogy szimbolikus legyen, és hát ez csak úgy egyedül magam. És így olvasgat utána, vagy néz akár internetet, vagy beszél olyanokkal, akik festenek, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne tanulni, fejlődni, vagy egyszerűen jön önmagából ez a tehetség, és látszik a képeken? Nem, nincs internetem, bár végeztem gépiróiskolát a munka mellett, még lánykoromban, de nem úgy hozta a sors, hogy legyen internet, de nem is találkozok olyanokkal, akik, ugyanis nem járok nagyon senkihez, mert volt egy kerékpár balesetem, ugye akkor még nagyon sok volt a gödörkátyú itt a faluba. Hát én reggel ugye korai kelő vagyok, miért is ne fél tízkor Győrbe baleset sebészeten kötöttem ki, medence combcsonttöréssel. És most protézis van a térdig a lábamba, és nem tudok kerékpárra ülni egyáltalán, meg hát nem is voltam én soha olyan csavargós típus, inkább
leülök és valamit csinálok. És a téma választása a festészetnél, tehát marad a különböző virágok, csendéletek, akár egy bizonyos tájrészlet. Tájkép, igen. Portrék? Hát igen, hát azért portrét festeni nem akármi, ám, hogy felismerjem, ugye, őt, ezt a kis drágát, ugye, a tablóképről. Szasz, ő kicsoda? Ő a Viki, ő a boltos unokám, aki Csornán végzett a Kossuth Lajosba. Egy drága, ő sokat látogatott régebben engem, most már ugye ő neki is már. Hát megpróbáltam, elég nehéz az arcvonás, ugye? Nincs olyan egyszerű arcvonása a drágámnak, és hát addig, amíg sikeredett, de állítom, ha most meglátnám, még mindig igazítanék rajt, mert ez olyan. A festmény az nincs most itthon, én úgy tudom. Nekiadtam, Csornán a piacon vettem egy ilyen ovális keretet, nagyot, szinte a nyakamba hoztam el, balesetem előtt, és akkor abba szántam én ezt a képet. Még van egy kép odakint, és hát azt festettem az idén, 15-be, az, hát az egy jó nagy kép, az is egy tájkép, az is csak a fejemben volt, mert én olyan helyeken, amiket lefestek, nem jártam, csak gondolatban. De és hát a színek, is, hiszen azért festészetben. Hát igen, ugye attól függ, például ott van az a pipacsos kép, hát ott nem volt sötétebb festékem, azzal kellettem dolgozni, ami ugye kéznél volt. De hát azért most már úgy állok neki, hogy beszerzem az anyagokat, hogy amit elképzelek, azt úgy tudjam végrehajtani. Hát ezek már régi, ezek 10 évvel festett képek, 10 éve festettem ezeket. Most még talán majd, ha kisüt a nap, akkor nekiállok, és egy naplementet festek a húgom unokájának. Aztán meg majd még, ami jön a fejembe. Lehet, hogy semmi, mert ha lefagy, leesik a hó, ködös, szomorkás az idő, akkor nincs ihlet. Csak akkor, ha süt a nap. Meg ha nyugalom van, ugye, nagyon fontos, hogy ne zavarjon senki, nyugalomba legyek, mert én így érzem. És a fonás, ugye beszéltünk arról is, hogy a festés mellett különböző fonások is készülnek, hát nagyon szépek ezek az alkotások, sok mindenre lehet használni őket, elsősorban nagyon szép díszek, asztali díszek például. Igen, hát ezek horgoltak, mert én horgolásnak mondjuk. Igen. Most majd jön a karácsony, most majd megint elkezdem, és akkor valamennyit megcsinálok. Azért úgy vagyok, hogy azért egy este, vagy este felé az, hogy azt befejezzem, hogy az készen legyen, nem szeretem félbehagyni. Tudja azoknak a nézőknek is tanácsolni, akikben van egy kis kreativitás, alkotási készség bármilyen irányba, hogy próbálják meg. Nyugdíjas éveik alatt is nyugodtan több idejük lesz rá, idézőjelben nem biztos, mert a nyugdíjas néha sokat dolgozik, de hogyha lesz, van, tehát ha van rá idejük, meg lehetőség, próbálják ki. Hát ugye, aki tud horgolni. Én olyan kamaszlány koromban kezdtem horgolni, édesanyám tudott, és akkor én nem mentem a szomszédba kártyázni, hanem hát horgoltunk együtt nagyon sokat, és akkor ugye úgy, ahogyan teltek az évek, akkor a horgolás úgy félre szorult, mert most kezd ugye ez inkább újra fellendülni. Akkor voltak a hímzések, a keresztszemes, akkor gyerekek mellett ugye kicsik voltak azt, és hát most egy pár éve van ez a horgolás, ezt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy, mint a kerékpározás, ez olyan. És az alkotásokat valahol kiállította? Volt rá lehetősége? Hát igen, egyszer megkerestek ezek a fiatalok, Kertikém, Aranyom. Ő kicsoda? Hát az iskolába, hát tetszik ismerni biztos a Gertit, ilyen
nem tudom milyen beosztása van az iskolában, és Foki Gerti. No hát ő jött, és hogy hát ezeket a képeket odaadnám, mert lesz a Szentgyörgynapi ünnepség itt a Bartók utca közepén, és akkor hát oda. Persze, hogy odaadom, nagyon szívesen odaadom, és aranyos volt, mert az iskolás gyerekek elvitték, vissza is hozták, ott kiállították, ott volt műsor, felléptek ezek az asszonyok, az énekes asszonyok, egy kis büfé, lángos sütés, egy nagyon szép, kellemes délután volt, szép emlék. Hát a nyugdíjasoknak, aki nem annyira tudja, mit csináljon, és ne csak a tévét nézzék, hanem hát annyi minden kézi munka van, nagyon sokféle hímzés, beletbe is van egy pár jó, ügyes, kezű, híres hímző, horgoló, ahogy hallom, munkáikat nem láttam még, és hát ha örömüket lelik benn, mert minden csak akkor érdemes, aminek örülünk, amihez kedvünk van, mert csak annak van értelme. És ugye? A család mindezt hogy tolerálja, segíti, ön támogatja? Persze. Ön, hiszen itt ugye van 4 gyermeke, 3 lány, 1 fiú, 9 unoka, jól emlékszem a számra, igen. Akik már lassan felnőnek, még a legkisebbek is, ők mit szólnak a nagymamához, aki fest és horgol? Hát olyan különösebb kommentárt nem fűznek hozzá, csak mikor meglátogatnak, ó, mama, ezt mikor csináltad? Hát inkább a Regina. Ő a Kürti Regina. Igen. Őt érdekli jobban, úgy tudom, csináltam neki ilyen csokrot is ebből a, akkor horgolást is, meg talán még az a kis Lizett, a győri unokám, művészeti iskolába jár. Ő milyen Lizett? Lampert Lizett. Ő a lányomnak a középső gyermeke, és akkor van itt egy kis bendegóz, ott van, ő 4 éves, nagyon talpra esett, hát sok a játéka, szereti a lovakat. Éppen tegnap alkudoztunk egy játéklóra. Te kisfiam, add el, olyan szép, mennyire adod? 500 ér, mama. Úgyhogy így élünk. Hát, nem tudom meddig. És van olyan dolog, amit még szeretne elkészíteni, akár horgolással, vagy szeretne valamit megfesteni még ezen hogyne? Kívül? Vannak még elképzeléseim. Horgolni szeretnék még a télen. Hát, majd attól függ. Remélem. Még azt a képemet azt ajánlanám, hogy megnézze, ott van a nappaliba. Az milyen kép? Az is egy táj. Mi a témája? Hát, egy ilyen tópart galambokkal, bokrokkal. Úgyhogy, hát így előre meg sem tudnám mondani, hogy mit festek. Majd egyszer úgy nekiállok, és jön magától. És ha még találkozom, majd akkor megmutatom. De hát ugye most sajnos jön a tél. Inkább a tavasz, az orgona, az, ami nagyon kedvelt virágom, és azt nagyon nehéz festeni. De ugye annak is van egy titka, mert mindenben van valami kis titok. Hát ugye egy orgona szirmot lefesteni, az csak így nem lehet. Azt ki kell találni. És én nekem sikerült. Mutatni nem tudok, mert elajándékoztam. Majd festek. Mindig odaadom. Itt van, vigyétek. Majd festek én magamnak. Igen. Köszönöm a beszélgetést. Hát én is nagyon köszönöm. Bödes Tiborné horgolással asztali díszeket, terítőket és falra akasztható koszorúkat alkott szabad idejében. Ön Törzsgyökeres Beledi, itt nőtt fel? Igen, Törzsgyökeres Beledi vagyok. Kapuváron születtem, és itt nőttem fel Beledbe. És mivel foglalkozott, mielőtt nyugdíjas lett? Hát végül is felszolgálónak tanultam, itt a Fényes Vendégbőrőbe dolgoztam, hát azon kívül volt több munkahelyem is. Dolgoztam a TSZ-be,
dolgoztam bedolgozóként Kapuvárra, most pedig itt dolgozok a Rokkantaknál. Tehát itt a városban? Igen, itt a városban van egy ilyen foglalkoztató, aki leszállalékolt embereket foglalkoztatnak, és most már ott dolgozok 4-5 éve. És a kreativitás az, hogy ön nagyon szép dolgokat alkot, az honnét ered? Hát ezt az édesanyámtól tanultam. Ő szerettette meg velem ezeket a kézimunkákat. Végül is nagyon sokat kötöttem, horgoltam, subáztam, vartam, mindenféle kézimunkát meg tudok csinálni. Ő tanította és ő szerettette meg velem a kézimunkát. És mikor tudta ezt végezni? Akár a családja mellett, vagy akár amikor dolgozott? Tehát az esténként? Hát, amíg dolgoztam is esténként, mikor a gyerekek kisebbek voltak, akkor nagyon sokat kötöttem nekik. Most, hogyha úgy gondolom, hogy szeretnék horgolni, akkor szánok rá időt magamnak, és akkor leülök és horgolok. És mit horgol? Hát terítőket, mindenféle virágokat, most majd karácsonyra készülök, most majd gömböket horgolok, hóembereket horgolok, csillagokat, angyalkákat. Ez mindig ilyen szezonális, és közben meg akkor hát terítőket. És mi okoz ebbe örömet önnek az alkotás, hogy ilyen szép dolgok születnek, hát, ami akár dísztárgyként is alkalmazható? Igen, igen, az alkotás. Az, hogy leülök, és akkor megnyugszom, akkor horgolok egy fél órát, két órát, mikor mennyi időt tudok rá szánni, és amikor elkészül, akkor viszem és megmutatom a munkatársaimnak. És általában asztali díszeket készít? Hát asztali díszeket, igen. Vagy cserepes virágokat szoktam még, azokat nagyon szeretek horgolni, orchideát, gyöngyvirágot, rózsákat, azokat. Fali díszeket is nagyon szeretek. Horgoltam már ablakdíszt, ajtódíszeket. És ez van egy sablon, vagy ez hogy történik? Hogyan készül el például, ami az asztalon látható különböző asztali díszek? Hát ez az újságokból. Az újságárosnál vannak minden hónapban ilyen jó kis újságok, és hogyha olyan van, hogy na, végignézem, megtetszik nekem, akkor azt már hozom is el. És akkor addig nem is nyugszok, amíg el nem tudom kezdeni, és meg nem tudom csinálni. És látok, itt többféle színben van fehér például, de van kék is. Igen, a színesek is nagyon szépek, hát végül is színesben is nagyon gyönyörűek ezek a horgolások, nem csak fehérbe. A falon is látok különböző fali díszeket. Igen. Igen, hát ezek a koszorúk, ez őszre készült, azért ilyen gombás meg leveles. Azt a másik fali díszt, azt egy kedves munkatársamtól kaptam. Nagyon szépek különben az alkotások, tehát látványosak. És mennyi időt vesz igénybe egy ilyen asztali dísznek, vagy éppen fali dísznek az elkészítése? Hát az igazság, hogyha nekiállok, akkor egyfolytában szeretném egyszerre az egészet meghorgolni. De ez olyan 2-3 este, egy ilyen 2-3 óra, egy-egy este. Mert hát azért arra is vigyázni kell, hogy szép is legyen, jó is legyen, el ne hibázzam, mert akkor bontani kell. Úgyhogy hát azért van bent idő. Ha nagyobbat csinálok, az bizony egy 7-2. És ilyenkor csak elkészül. Erre figyel? Akkor csak erre. Tehát van, aki lehet, hogy rádiót hallgat közben, vagy éppen nem megy számít. A háttérbe a tévé. Igen, nem számít. Akkor csak erre figyelek, hogy ezt meg tudjam csinálni. Szólhat a tévé, hallgatom, de figyelni csak ezekre figyelek. És itt helyben már látták ki ezeket az alkotásokat? Volt-e kiállítása? Hát igen, a Pünkösdi Fesztiválon ezek már voltak a kiállításon, úgyhogy a közönség láthatta őket. Igaz, hogy ott név szerint nincsenek, mert ugye hát sok mindenki, hát többen is, van egy szakkör, ahova bejárunk, az ügyeskedek szakkör, és ugye ott mindenki nagyon szépeket horgol, és mindenki kiállította a maga kis alkotásait a Pünkösdi Fesztiválon, név nélkül, hogy ne az legyen, hogy ezt most ezt csinálta, az meg azt csinálta. Nagyon szép volt az a kiállítás. Beszéljünk arról, hogy ennek a tudásnak lesz-e folytatása, tehát ön ugye megtanulta az édesanyjától, nőn ki az, akinek tovább tudja adni, mekkora családja? Hát egy fiam és egy lányom van. Hát a fiam az persze eleve, hogy nem horgol. A lányomat se nagyon érdekli, inkább az kisunokám van, a lányomnak egy kisfia, egy kislánya, a fiamnál két fiú, a kislány 7 éves, és már ő szokta jönni, hogyha horgolok, hogy mama, mutasd meg nekem, hogy kell horgolni.
Mondtam neki, kislányom, Mihály, nagyobb leszel, meg tudod csinálni, a mama meg fog tanítani téged horgolni. Mondjuk el a nézőknek, hogy ikrek az unokák? Igen, mind a két gyereknél ikrek vannak. Igen, ezt így hozta a sors, hogy ikrek. És önhöz oda megy a 7 éves lány unokája, és akkor nézi, hogy hogy csinálja? Igen, igen. És őnek mindig van megrendelése is. Ha valamit olyat horgolok, hogy őnek azt tetszik, akkor mama, én is kérek, de jön a fiú is, őnek is kell. Most horgoltam kis hóembereket, átjöttek a Laurának piros kalapos hóembert, a kis Noelnak kék kalapos hóembert kellettem horgolni. És ugye belebe többen foglalkoznak ezzel a kreatív tevékenységgel, sok más mindennel, tehát nagyon sok ügyes ember van, igen, itt a városban. Találkoznak, beszélgetnek arról, eszmét cserélnek? Van rá lehetőségük? Persze, persze, természetes. Ha a szakkörre is megyünk, ott is vagyunk, hát 5-6-an van, mikor többen is, akkor mindenki előveszi a kis mintáját, hogy én nekem most ez van, a másiknak az van, akkor kicseréljük a mintákat, úgyhogy ott mindig lehet. Mindig elmondjuk, hogy na, mit csináltunk, ha fénykép van a telefonban róla, akkor mindenki mutatja, hogy hát ezt készítettem, azt készítettem, úgyhogy ott nagyon jól meg lehet beszélni ezeket a dolgokat. És van, amit most még meg szeretne alkotni, vagy ki szeretne alakítani valami mást, valami új elgondolása? Hát, vagy új irányt venni, valami újat megtanulni, új van erre elképzelés? Hát én kézi munkában bármit, bármit, ha úgy jön. Mert egyébként a szakkörön is nem csak horgolunk, ott is csinálunk másokat is, másféle kézi munkákat is. Úgyhogy ilyen kis diszeket, meg most karácsonyra más technikákat. Úgyhogy én kézi munkában vagy ilyenben bármire fogékony vagyok, bármit megtanulok. Bármi. Na ez nem pont horgolás, vagy akármilyet. Nagyon szeretek kézimunkázni. És miért ajánlja a nyugdíjas társainak, vagy azoknak, akik nézik a műsort, és szeretnének valamivel foglalkozni, szabad idejüket hasznosan eltölteni, miért jó ez akár? Hát ez nyugtató. Nagyon nyugtató, ha az ember úgy van, hogy na, valamiért felhúzták a munkahelyen, vagy itthon a családba, akkor előveszem a horgolótőt, és semmi perc alatt. Az ember erre figyel, megnyugszik, lenyugszik, úgyhogy nagyon kellemes időtöltés. És akkor van egy produktum. És akkor van egy szép terítőnk, vagy van a gyerekeknek is lehet horgolni szép kis játékokat, már azokat is nagyon szép, kis hóembereket, azt a macikat, ilyeneket egyébként nagyon jók vannak fönt a neten is, amit le lehet venni, mintákat, és nagyon örülnek neki. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Az olvasást népszerűsítette Koteknék Almás Zsuzsanna. A beledő könyvtáros elmondta, mindig vannak felkapott könyvek. Ilyenek voltak például a Harry Potter regények. Manapság egy Ropi Naplója című sorozatot kedvelik a gyerekek. Világszerte 60 millió példányt adtak el a szórakoztató könyvsorozatból. Eljöttek azok az időszakok, azok a napok, hónapok, amikor egy kicsit korábban nyugszik már a nap, ősz van, boruspárás az idő, és ilyenkor az embernek lehet, hogy kedve van kezébe fogni egy könyvet és olvasni. Na most mi is megpróbálunk kicsit az olvasást népszerűsíteni, de még mielőtt erről beszélgetnénk, milyen programok voltak a könyvtárban az elmúlt időszakban? Az elmúlt időszakban kiemelném az Országos Könyvtári Napok rendezvényeit, amely minden évben október első vagy második hetében kerül megrendezésre, országos szinten is a könyvtárakban. Hát valószínű, hogy erről a legtöbb olvasó már értesült, hiszen az országos médiákban is rendszeresen reklámozzák ilyenkor a könyvtárakat, amelyeknek nem titkolt szerepük az olvasás népszerűsítése. És a mi könyvtárunk is igyekszik ehhez igazodni, hogy a rendelkezésre álló, megszervezett programokat úgy szervezze meg, hogy tulajdonképpen olvasmányokat, olvasást és tulajdonképpen az információt közvetítse általuk az olvasók felé. Ilyenkor gondolom szóba kerül, hogy mekkora is a könyvtár. Most jelenleg 2015. november közepe táján hány könyv van itt, és milyen kiadványok vannak még, illetve dokumentumok? Megközelítőleg 15 ezer kötet áll rendelkezésre. Ez most némileg kevesebb, mint az elmúlt években volt, hiszen nagy arányú seletezést hajtottunk végre az utóbbi két évben.
Szokták mondani, hogy a kevesebb néha több. És ebből a megfontolásból kivontuk az állományból azokat a könyveket, amelyeket már az olvasók egyáltalán nem kerestek, nem voltak népszerűek, tartalmukban, állagukban elavulttá váltak, és ezáltal kicsit felfrissítettük a rendelkezésre álló állományt. Ugyanis a könyvtárakban nagyon fontos az is, hogy a megjelenő könyvek esztétikusan kínálják magukat a polcokon, hiszen ilyenkor a friss irodalom is jobban tudja magát kínálni, áttekinthetőbbek, esztétikusabbak a polcok, ezáltal az olvasók nem vesznek el annyira a könyvek között, és sokan mondták, hogy nagyon jó tett a könyveknek ez a frissítés, hogy átrendeztük a könyveket, a könyvtárat, úgy élték meg, hogy sokkal több az új könyv, tehát ez a frissítés mindenképpen jót tett a könyvtárnak. És nagyon fontos az is, hogy egy könyvtár esztétikus, rendezett és otthonos benyomást keltsen, tehát összevisszosság, rendetlenség nem vonzza az olvasókat, és akik ide belépnek minden bizonnyal, úgy gondolom, hogy egy esztétikus és szép könyvtárat találnak. Hova kerültek a régi könyvek? Mi lett a sorsuk? A régi könyveket kedvezményes áron kiárusítottuk. Tulajdonképpen egy nyári időszakot választottunk erre a vásárra, a árusításra. A kedvezményes áron eladott könyveket, illetve az abból befolyt összeget, az új könyvek vásárlására fordítottuk. Amit pedig nem tudtunk értékesíteni, azt az óvoda, illetve az iskola papírgyűjtő akciójának ajánlottuk fel, és ez a befolyt összeg pedig a gyerekeknek a kirándulására, vagy egyéb programokra került hasznosításra. Hogyan tudnak új könyveket beszerezni? Milyen gyakorisággal, és mik az újdonságok ma? Hát az új könyveket, azokat folyamatosan vásároljuk az év folyamán. Az önkormányzat által biztosított támogatás segítségével, ami 350 ezer forint egy évben. Ezt nagyon szeretném, hogyha egy kicsit több is lehetne. Nem olyan nagyon sokat tudunk ebből az összegből vásárolni, de az a szerencse, hogy ezt a keretet kiegészítik azok a könyvajándék akciók, amelyeket országosan bocsátanak rendelkezésünkre a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja, másrészt a márai program keretében. Ezt körülbelül 5 éve folyamatosan kapjuk, ami annyit jelent, hogy olyan 250-300 ezer forint plusz jelent még az önkormányzati támogatáson felül. És arra nagyon-nagyon jó, hogy nem csak szép irodalmat, hanem elsősorban tudományos és szakkönyveket tartalmaznak ezek a csomagok. Hozzáteszem még, hogy ezeket mi magunk választhatjuk ki egy adott könyvcsomagból, tehát a könyvtáraknak a szükséges és hiányzó könyveket tudnak ezáltal biztosítani. És így a fennmaradó összeg, ami az önkormányzati, amit mint mondottam, nem olyan nagyon magas, de így sokkal inkább azokra a könyvekre tudjuk fordítani, amelyeket nagyon-nagyon keresnek az olvasók, és igénylik az olvasók. Tehát gondolok itt most elsősorban egy szórakoztató irodalomra, amit ön kérdezett, hogy melyek azok, amelyek mennek. Tehát egy szórakoztató irodalom, kalandregények, családregények, tehát mindenképpen a szép irodalmi vonal az, ami erősebb. Ha viszont konkrét könyveket, illetve műveket tudnék mondani, vagy kell, hogy mondjak, akkor azt hiszem, hogy Ken Follett művei azok, amelyek verhetetlenek, és a mai napig is vezetik a listát, valamint Lőrinc László még mindig népszerű, töretlen népszerűségnek örven, és a mai írók közül Fábi Ájank, a Felhős Éva könyvei azok, amelyek keresettek. De ugyanakkor szerző nélkül is mondhatnék műveket, mert mondom sem kell, hogy nagyon-nagyon széles azoknak a szerzőknek a skálája, akik ide bekerülnek a könyvtárba, de nem is annyira a szerzőkre, inkább könyvjelleg, könyvtípus az, ami keresett. Tehát valami jó, valami fordulatos, valami érdekes, és amit a mindennapokban az olvasók könnyedén
és gond nélkül olvashatnak a szabad idejükben. És hányan olvasnak ma a szabad idejükben, akik be vannak iratkozva? A könyvtár olvasóinak száma úgy éves szinten 200 fő, 200-220 fő. Természetesen ezzel nem vagyok elégedett, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kis létszámú lakosság szem mellett, és tudva levő, hogy a mai viszonyok nem nagyon kedveznek az olvasásra való elmélyülésre, azt mondhatom, hogy nem lehetünk túlzottan elégedetlenek. Természetesen arra törekszem én személy szerint magam is, és vallom, hogy a könyvtárnak ebben nem szabad belenyugodni. Mindenképpen azon vagyunk, hogy minél több olvasót nyerjünk meg. És jó alkalom volt erre az országos könyvtári napok rendezvénysorozata is, illetve az egész hét folyamatosan, hiszen 26 új olvasót sikerült beírnunk újra a könyvtárba. Ez a 26, ez nem annyit jelent, hogy már meglévő olvasók jelentek meg újra, hanem ők mind folyamatosan olyanok voltak, akik még nem jártak nálunk. Tehát újonnan, nem a régiek újonnan történő érvényesítése, hanem azok, akik még nem jártak nálunk. Hát én úgy gondolom, hogy ezzel nem szabad elégedetlennek lennünk. Vannak például folyóiratok és egyéb újságok is a könyvtárban. Igen, folyóirataink is vannak szép számmal. Örömmel mondhatom, hogy ezek nagy részét szintén ajándékba a Nemzeti Kulturális Alap bocsátja rendelkezésünkre. Rengeteg, legalább 60-62 féle folyóirat van, és a legkülönfélébb kulturális és művészeti és tudományos folyóirataink megtalálhatóak itt a könyvtárban. Egy kicsit fájlalom, hogy ezek a folyóiratok nem olyan népszerűek, mint a könyvek, ennek okát nem tudom, de mindettől függetlenül szívesen mondom el itt a tévénnyilvánosság előtt is, hogy keressék az olvasók ezeket a folyóiratokat, mert talán nem is tudják, hogy nálunk ilyen széles körben megtalálhatóak ezek. A másik az, hogy nagyon sokan keresnek érdekes dokumentumokat, vagy éppen olyat, ami egy dolgozathoz szükséges, valamilyen szakmai irányba, bátran fordulhatnak a könyvtárhoz, hiszen ha nem itt, akkor könyvtár közi kölcsönzése meg lehet szerezni. Így igaz. Nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért meglehetős gyakorisággal fordulnak elő olyan esetek, hogy szakdolgozat írásához, vagy valamilyen más jellegű felkészüléshez kérik a segítségünket, és ilyenkor nagyon szívesen nyújtunk segítséget abban is, hogy akár irodalmi ajánló összeállítással, akár a meglévő állományból történő analitikus felkutatással. Gondolok itt arra, hogy például a tartalmi feltárás is bizonyos esetekben biztosított nálunk. Tehát a könyv tartalmi részeinek, tehát ez mindenképpen könyvtáros segítséget igényel. Tehát ha valaki arra kíváncsi, hogy milyen művekben található meg az a bizonyos információ, ebben tudunk segítséget nyújtani. Azon kívül természetesen a könyvtár közi kölcsönzés lehetőséget is felajánljuk. Ezzel újabban azért nem élnek annyira gyakran, mert sajnos a köldés díja nagyon megdrágítja a könyvet. És sokan úgy gondolják, hogy talán elutaznak, ha arra járnak, akkor egy olyan könyvtárhoz fordulnak, ahonnan nem kell kikérni, hanem a dokumentumot meg is találják. Na most talán azt mondom, hogy jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy nálunk miért nincs meg az az adott mű. Hát ugye egyrészt azért, mert egy kisebb települési könyvtárban nem éppen a gyűjtőkörnek a része, hogy egy szakdolgozathoz vagy egy tudományos műhöz olyan szintű dokumentumokat gyűjtsünk, amire szüksége van az olvasónak, és ilyenkor tudjuk irányítani az olvasót más könyvtárhoz, vagy lekérjük interneten az adott művet. De ugyanez folyóiratcikkekre is vonatkozik, amiben tudunk segíteni. Ugyanis nagyon sok folyóiratcikk online is rendelkezésre áll, amit esetleg az olvasók nem tudnak minden esetben, és ebben is tudunk segíteni. És a még egy harmadik, ha már egyszer annyira belemerültem itt ebben az ismertetésbe, hogy
nagyon gyakran figyelembe vesszük az olvasók egyéni igényeit is, amikor valami számára érdekes művet keres egy olvasó, azt, ha beillik a gyűjtőkörbe, és úgy ítéljük meg, hogy esetleg más olvasók számára is érdekes lehet, akkor ezt nagyon szívesen be is szerezzük számára. De csak abban az esetben, hogy nem réteg igény, hanem népszerűbb, és esetleg mások által is érdekesnek tartott műről van szó. Ugye beszéltünk a programunkról. Igen. Legközelebb a közeljövőben lesz a program itt a könyvtárban, akár novemberben, decemberben. Mire számíthatnak a belediek? Most ebben az az igazság, hogy nem tudok pozitív információval szolgálni, mert az idén rendelkezésre álló keretünk, amit rendezvényekre kaptunk, az kimerült. És azt is figyelembe kell venni, hogy a településen, a közeljövőben olyan gazdag programkínálat lesz az egyéb intézmények által rendezett programokkal, hogy nem is hinném, hogy különösebben igény volna, hogy az olvasók könyvtári programokra üljenek. Az elmúlt hónapban több olyan program volt, amit úgy gondolom, hogy az őszi igényeket úgymond kielégítette, viszont decemberben egy rejtvényes pályázat lesz a felnőtt olvasók részére, ami a karácsonnyal kapcsolatos. De ez tulajdonképpen nem rendezvény, csupán egy pályázat, aminek az eredményhirdetése januárban lesz. Tavaly a gyerekeknek volt ilyen, most a felnőtteknek lesz karácsony rejtvény pályázat. És mit kell tennünk a felnőtteknek, hogy részt vessenek a rejtvény pályázaton? Tulajdonképpen egy rejtvényszüzet a karácsonnyal kapcsolatos, karácsonyi ünnepkörrel és a karácsony témakörével kapcsolatos érdekes rejtvényes feladatokból fog összeállni ez a rejtvényszüzet. Ezt fogom sokszorosítani, és aki erre igényt tart, megfelti, beküldi, és januárban pedig ezt díjazni fogjuk. Tehát itt megtalálja? Itt, igen, természetesen a következő hónapban. Nem egy beadási határideje, az december 25. És akkor a nyitvatartásról mikor van nyitva a beledi könyvtár? A nyitvatartási idő hétfő kivételével minden nap 8-tól 17 óráig, és szombaton 8-tól 12 óráig. Szeretettel várom az olvasókat. Köszönöm. Szívesen, én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Mai műsorunkban részleteket láthatnak a november 5-i beledi testületi ülésből. A képviselők foglalkoztak a KLIK tartozásával, ami meghaladja a 2 millió forintot. Ezen kívül a lomtalanításról és a hóeltakarításról is tárgyaltak, illetve elmondták, hogy ismét érkezett ruhanemük és műszaki cikkek Németországból. Az adomány szétosztásáról gondoskodnak. Azt a történést, amit eddig a kliknél levő kintlevőségünkkel kapcsolatban elkövettünk, azt próbáltuk tájékozatásképpen számotokra átnyújtani, illetve hát ezt el is mondjuk talán szóban is. Akkor megkérem az edzőnöt inkább, hogy ismertesed akkor ezt így összefoglalóan. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy elég kemény csatákot vívtunk a Klebersberg intézményfenntartó központtal. Először is a megállapodás megkötéséről, mindenki emlékszik rá, négyszer-ötször is hát újra tárgyaltuk ezt a megállapodást. Végül már abban maradtunk, hogy kértük az intézményfenntartó központot, hogy ő készítse el azt a megállapodás tervezetet, amelyet majd mi elfogadunk, és akkor ennek szellemébe történik a finanszírozás. Itt tulajdonképpen a tornacsarnokról van szó, ugye, meg az iskolának, a nagyiskolának a rezsiköltségéről, illetőleg még a buszusnak a szállítási költsége is júliusig jelentkezett. Na most elkészítette ezt a megállapodás tervezetet annó akkor a központ, megküldte, mi ezt az ő kérésüknek megfelelően elfogadtuk egy az egybe, és hát áprilistól jelentkeztek a problémák, fizetési gondok, április óta tulajdonképpen semmit nem fizetett a
központ az önkormányzat felé, és így július 31-ig képződött a tornacsarnok rezsiköltsége tekintetében 461.465 forint, hát tartozás iskolánál 1.190.000, az iskola busznál 150.000 forint, így összesen 1.802.000 forint. Most kigyűjtettem a pénzügyi csoporttal, hogy november 5-ig mekkora a tartozás, hát ez az 1.802.000 még növekedett durván 400.000 forinttal, most ezeket nem akarom itt felolvasni, csak összességében iskola rezsiköltségénél most már 1.603.000 a tartozás, tornacsarnoknál 531.000, és akkor de is 682.000 az iskolabusszal együtt, és így jön ki ugye a 2.286.281, tehát november 5-éig ennyi a tartozása a kliknek az önkormányzat felé. Ebben a levélben, amit mi elküldtünk szeptember 24-én a polgármester úrral, az elnök úr részére, Fanesz József elnök úr részére, ebben nyomatékosítottuk azt, hogy hát mi tényleg csak azt kérjük a kliktől, ami bennünket jogosan, jogszerűen megillet, de tulajdonképpen nekünk arra a költségvetésben előirányzatunk nincs, hogy ezt a klik helyett, ezt a működést felvállaljuk, annál is inkább, mivel mind a fenntartás, mind a működtetés a kliknek a feladata az iskola tekintetében. Hát úgy tűnik, azok az országos problémák, amelyek a klik működése körül az elmúlt időszakban jelentkeztek, ezek bennünket se kerültek el sajnos, és ezért képződött hát tulajdonképpen nálunk is ez a kintlevőség. Nagyon nehéz itt mit mondani erről az ügyről, hiszen van a gyermekeknek az érdeke, amit én úgy gondolom, hogy mindannyiunk áttérez, hogy az iskolának működni kell, de ez nem jelenteti azt az intézményfenntartó és működtető klik részéről, hogy a jogszerű követeléseinket ne teljesítse. Itt most a testületnek el kell dönteni, hogy mi legyen a következő lépés, hogy küldjünk-e most már egy erőteljesebben megfogalmazott felszólító levelet az elnök úr részére, amiben előtérbe helyezzük azt, hogy amennyiben nem teljesítik a követelésünket, tehát a tartozást nem egyenlítik ki, abban az esetben nem lesz más jogi lehetőségünk, mint bírósághoz fordulni, és hát kérni a kliktől ennek az összegnek a átutalását, hiszen ez a pénz a költségvetésünkből hiányzik. Ez nem kevés pénz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekünk felelősségünk és feladatunk az, hogy ebben a dologban jogszerűen, de mindent megtegyünk annak érdekében, hogy hozzájussunk ehhez a kintlevőségünkhöz. Én nekem ez a jogi véleményem, a döntés természetesen a képviselőtestületé. Mondom, most arról kellene akkor dönteni, hogy akkor még egy lépcső, tehát az utolsó figyelmeztetés, és egyúttal hát a perre való tulajdonképpen nem fenyegetésnek nevezem, inkább a per lehetőségének az ismertetése a klik elnökével, és akkor utána megindítani a szükséges jogi eljárásokat. Nem tudok más megoldást, megmondom őszintén. Köszönöm szépen, jegyző úr. Akkor hát a téma adott. Kérdezünk képviselőtársaimnak hozzászólást. Ervin, parancsolj? Nekem lenne annyi hozzászólásom, hogy nyilvánvalóan ezt az összeget tulajdonképpen be kell hajtanunk a klikkel. Ez nem is kérdés, viszont én szeretném megkérdezni azt, hogy van-e arra lehetőség, hogy mielőtt bíróságra tereljük az ügyet, hogy egy úgymond szakember, ügyvéd vagy aki ilyenben jártas személy véleményt megkérjük, hogy ilyen esetben mi az eljárás, illetve milyen tanácsot tud nekünk adni, nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy perdünk, aztán végén elveszítsük a pert, zúduljon a perköltség is, mert mondjuk valami a törvény adta lehetőséget kihasználva nem tudjuk úgy érvényesíteni a jogainkat, hogy minket az megilletne. Hát, és nyilván, hogy per előtt én tudom javasolni azt is, hogy
ha mielőtt elenni akarunk, ügyvéd általi felszólító levelet küldjünk neki, mert gondolom az, azért annak van egy folyamat, vagy egy menete. Ezt kérdeztem, hogy akkor most küldjünk egy ilyen felszólító levelet. Itt tulajdonképpen nyilvánvaló, ha jogi útra kerül a sor, tehát ha pert indítunk, akkor az ügyvédet, akit megbízunk, tulajdonképpen ott úgyis a képviselőtestülettel közösen egyeztetve történik a keresetlevélnek majd a benyújtása, tehát a kártérítésnek tulajdonképpen a igénylése. Előzetesen lehet egy ilyen felszólító levelet küldeni. Itt egyszerűen nem látom azt, hogy ezt a pert el lehet veszíteni. Hát ők nem fizetnek. Egyértelműen vállalták ennek a kifizetését. Tehát nincs olyan kötelezettség a mi részünkről, vagy olyan információ, amit mi nem tettünk meg annak érdekében, hogy ők nem utalták a jogos járandóságunkat. A megállapodás az pontosan rögzíti, amit ők készítettek, hangsúlyozom még egyszer, nem mi készítettük azt a megállapodást, mi fogadtuk el. Ők készítették, hogy hogyan történik a teljesítéseknek a leigazolása, és hogyan történik, hogyan kellene történnie tulajdonképpen a pénzeknek az átutalásának. Első hónapokban nem is volt különösebb probléma, áprilistól megállt a mutatvány. Úgy tűnik, hogy fizetési gondok vannak, ezt ki kell mondani. Fizetési gondok vannak országosan, ezt a tömegkommunikációs eszközökből is értesültünk erről. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy most már helyén van a klik. Én valahogy úgy látom, hogy nincs a helyén, mert ha helyén lenne, akkor nem lennének ilyen problémáink. Természetesen még ezt a lépést meg lehet tenni, és ezt talán én is tudnám javasolni, hogy egy utolsó figyelmeztetést mindenképpen kellene küldeni a központ elnökének ebben az ügyben, hiszen nem kérünk mi mást, csak a jogos járandóságunkat ebben a témában. Köszönöm szépen. Úgyhogy itt lehet bárkit megkérdezni, nyilván az önkormányzatot nem én fogom a bíróságot képviselni, mert erre nincs meg a jogosultságom, hanem ügyvédet kell felkérni, de nem egészen értem azt a kérdést, hogy ezt valamilyen formában elveszíthetjük. Szóval ezt nem veszíthetjük el, ezt csak megnyerni lehet ezt a pert, csak az a kérdés, hogy egyszerre pereljünk, vagy tényleg legyen ez a felkérés, mert egyszerűen még arra se reagált az elnök úr, hogy na most gondok vannak, esetleg majd részletekbe, vagy milyen részletekbe tudna fizetni, több részletbe, vagy fizetési halasztást kérnek, szóval még erre se kaptunk választ, és ezt nagyon nehezményezzük, gondolom. A tisztelt képviselők így vannak ezzel, és gondolom a képviselő úr is így van ezzel, hogy ez egy ilyen probléma. Ilyen gondjaink korábban nem voltak. Köszönöm. Ervin? Én csak válaszolva a kérdésre, hogy még gondolom ezt. Azért gondolom ezt, mert hát amióta képviselő vagyok, azóta igazából egy per hold, de annak is úgy álltunk neki, hogy biztos, hogy megnyerjük, aztán végén kiderült, hogy elvesztettük, mert valamit nem jól figyelt az ügyvédünk, vagy az ügyvéd, aki képvisel minket a perben. Én ezért mondom, én ezért szeretném kérni azt, hogy mielőtt perre visszük, azért nézzük meg, hogy nehogy valahol elcsusszunk, aztán akkor fizethetjük itt a perköltséget, meg a polibíjus összeget. A másik dolog meg az lenne, hogyha most perre visszük ezt az egész dolgot, hogy ott az el fog húzódni fél évig, egy évig, vagy nem tudom mennyi ideig, biztos, hogy egy hónap alatt nem lesz benne döntés, de mondjuk két hónap múlva meg mondjuk a KRIT kap pénzt, és azt mondja, ki tudná fizetni az összeget, gyakorlatilag addig nem is tudja kifizetni az összeget, míg a bíróság nem dönt. Ki mondta ezt? Nem kell. Hát bírósági eljárás van előtt. És a bírósági eljárás akkor megszűnik automatikusan, ilyen nincsen. Ilyen nincs. Ha kifizeti, akkor ilyen nincs. Ilyen nincs. És még olyan kérdés lenne, hogy a országgyűlési képviselővel kapcsolatban ez felmerült a téma megbeszéléseken, hogy kértük el segítségét. Hát, hogyha jobban tudna odahatni, és előbb megvenni mindegy bírósági pernek a hozománya, mert most fél évig, mert nyilván addig a kliknek se érdeke, még a bíróság nem dönt, amíg nem fizet ki ezt a 2 milliót, ha majd egyszer befelejt, szerintem. Én így látom legalábbis. Hát én nem akkor elmondom, hogy én hogy látom, Ervin. A klik, hogy úgy mondjam, nem hiszem, hogy az az érdeke, hogy macskágéri játékot játszom velünk. Tehát most ő azért nem fizetne mi perünk, és azért még ő van megsértődve már, bocsánat. Holott mi, jegyző úr szavait nem tudom elégszer ismételni, semmi olyan nem történik, ami kérdéses. Ebben a tekintetben minden egyértelmű. Van egy szerződésünk, két oldalon megállapodás egymás között, amit ők írtak, harmadjára vagy negyedjére, mi hármat szerkesztettünk, azt nem fogadták el. Tehát van egy megállapodásunk,
ha te valakivel kötsz egy megállapodást, két fél között, teljesen egy jogi személy vagy magánszemély, az érvényes mind a két félre vonatkozóan. Itt erről lenne szó, nem gondolnám, hogy ez sértődés kérdése. Azt, hogy mi próbálunk a pénzünkhöz jutni, erről beszélünk, de nem gondolnám, hogy most a Klik, már az egy nagy mamut szervezet, országosan, itt is az országos elnök úrnak ugye írunk, ővel levelezünk. Tehát itt tisztán én gondolom, hogy pénzről van szó, tehát gondolom én, ha lesz forrás majd, akkor pertől függetlenül. Ez nem per egyébként, hanem bírósági segítség kérés. Tehát én inkább így fogalmazok talán. Lehet így is mondani, de ez per lesz. Jó. Ha per lesz, akkor per lesz. De nincs miről perelni, azért mondom, hogy nem per, mert nincs miről perelni, mert nem, a bíróság hiába nem kell 88-szorút meghallgatni, meg nem kell elhúzni évekig, mert egyértelmű a dolog. Megnézik a papírokat, kérem, ez jár, a bíróság fel fogja szólítani a másik felet, hogy teljesítse. Ez most is jár. Most is jár, de valószínűleg... Nincs más módja, Ervin, nincs más módja az érvényesítésnek. Akkor kérjük segítséget mondjuk, hát előbb megvan, az országgyűlési képviselő, meg fogjuk átadhatni a Klikre, de pedig szerintem nem történt ő felé. Akkor van egy javaslatom, amelyen nincs több hozzászólásról, de meghallgatok mindenkit. Itt a kombinálva, illetve összefoglalva, amit itt a beszélgettünk, tehát az Ervin mondott, a jegyzőr válaszolt, stb. Fogunk akkor írni, tehát nem bíróság rögtön, fogunk írni még egy levelet az elnök úrnak, ezzel egy időben fogunk írni, tehát együtt a kettőt egy időben. A képviselő úrnak is egy levelet, ismertetve. Természetesen telefonon is, de egy levelet is írunk, így van, levelet is telefonon is, meg írunk is természetesen. Mindaz együtt is, hogy nyilván önnek is ezzel a dolga, 75 település országgyűlési képviselője, de hát ez is a feladata, hogy minket ilyen szempontból képviseljen, tehát nem túlzott a rabolva az idején, de telefonon is megkeresem, meg írásban is, egy időben ezt megtesszük, és akkor várunk, meglátjuk, egy-két hónap eltelik, hogy mi történik, aztán akkor újra be tudunk számolni róla, hogy is áll a helyzet. Egyébként a történelemmel visszatérve, ugye a magát a szerződést, amiről ugye úgy beszéltünk itt, hogy harmadszor, negyedszerre került aláírásra évekig húzódóan, mert tulajdonképpen 2013. január 1-től van ez a fajta állapot, ha jól mondom az időpontot, ugye? És először most fizettek, először vagy áprilisig fizettek. De most fizettek, most kötöttük megállapodást a tavaly év végén, mert bocsánat. Az igen, már, de áprilisig. És akkor azt az összeget, ami egy nagyobb összeg volt, a több milliós nagyságrendű összeg, azt akkor fizették ki. Miután azt a megállapodást megkötöttük. Tehát egész addig a lógott a levegőben a pénzünk, ami még mögött szerződés sem volt. Tehát tulajdonképpen a pénzünk úgy vált akkor esedékessé, hogy megkötöttük a szerződést, és ennek kapcsán akkor jogszerű lett, teljesen jogszerű lett a követelésünk. Bocsánat, igen. Tehát volt egy hátralék, mindenki tudja, ugye, hogy volt hátralék, mire ez a megállapodás elkészült, hogy említi a polgármester úr, azt akkor a kifizette, egy összegben kifizette, és utána akkor márciusig fizetett, és akkor áprilistól egy vasat se fizetett. Hát néhány hónapot fizetett szóval, nem olyan túl hosszú ideig, néhány hónapot szabályszerűen, és akkor ez meg áprilistól megint gyűlik ez a mostani összeg. Igen, igen. Jó, aki egyetért a javaslatommal, amit az imént próbáltam elsorolni, tehát a két levéllel, és akkor azt követően eltelik egy-két hét, ne egy Isten, még az idén még egyszer a december ülésünkön tudunk vele foglalkozni, az kész feltartása ezzel. Egyhogy köszönöm szépen, akkor ezt az eljárás fogjuk követni, igen. Ahogy a testület határozott. 5. B. Hóeltakarítási szerződések elfogadása, mint minden évben már visszatérően, tehát ez már 5-6 éve vagy talán régebbi gyakorlatunk is, október hónap végén, most november hónap elején tartunk, szoktunk ajánlatot kérni, hogy arra, amire a helyzet adódik, arra már készen legyen a vállalkozás, vagy lehetőség arra, aki nagy Isten az útjainkat rendbe teszi, ha úgy adódik. Három szemét kérdeztünk meg most is, a tavalyi három szemét, akivel tavaly szerződésük volt, a háromból kettő adott be ajánlatot az idei évre vonatkozóan, az idei év hóeltakarításra vonatkozóan, illetve nem is év, hanem szezon, mert tulajdonképpen ez érinti a február végi, tehát a 2015 év végét, 2016 év elejét. Kérdezem pénzügyi bizottságot, hogy milyen döntés született a pénzügyi bizottságon. A pénzügyi bizottság javasolja mind a testületnek mind a két pályázó elfogadását. A pályázati összegek
közel azonosak, 300 forint a eltérés a díjtételekben, és mind a kettő dolgozott már a területen, úgyhogy referenciájuk jó, javasoljuk mindegyiket elfogadásra. Köszönöm szépen elnök úrnak az ismertetését. Kérdezni van-e valakinek még hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a hóártakarítási szerződéseket az ajánlatot benyújtó két vállalkozással kössük meg, az kézfeltartásra jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. C. Lomlevelek elszállítási idejének meghatározása. Szintén azt mondom, hogy hagyományosan itt az ideje, a rősz sárgulnak, sőt lehullottak a falevelek egy része. Ahogy szoktuk, elszállítjuk az önkormányzat saját fúvareszközeivel, tehát ez lakosság irányában egy szolgáltatás. Egyben mentesítjük is a füstölés alól a úgymond belvárosi részeket, meg hát a külvárosi részeket is. Ugyanis ezek a levelek még nem nagyon éghetőek, még ezeknek szükség lenne jó néhány hét száradásra. Tehát ebben az állapotban mi viszont egy olyan helyre visszük, ahol megfelelő módon el tudjuk helyezni. Ennek tovább ismertetve a helyzetet, tehát ennek megfelelően az első alkalom lenne már aktuálisan a mostani péntek, de nem vágnék a pénzügyi elnöke témájában. Kérdezem, hogy mit határozott a bizottság. Nem szabad, hogy a kenyerünk el, de nyugodtan elmondhatod volna, mert végül is nagyon rövid javaslatunk van. A november 6-a, tehát az elkövetkezendő péntektől kezdve 4 egymás utáni pénteki napot jelöltünk meg javaslatként, és arra kérve a lakosságot, hogy az elszállítandó levelet a telek határa és hát az út szélére előtte való nap csütörtökön már tegyék ki, mert nincs arra mód, hogy egy utcában kétszer-háromszor visszamenjünk. Köszönjük. Igen, ez biztos, hogy egyértelmű volt, így köszönöm szépen az ismertetésedet, biztos egyértelmű volt, de én még annyit hozzáteszek, hogy még egyértelműbb legyen, ugyanis ezek a szavak is elhangzottak így, ahogy én próbálom ismételni, hogy ugyanúgy a kukát, aki estig nem rakja ki, másnap reggel már lehet, hogy hiába viszi, mert a kukáskocsi elhaladott, nem fog visszamenni. Tehát, hogy biztos elszállításra kerüljön, ahogy az elnök úr is mondta, ahhoz mindenki péntek reggel hajnali, vagy reggeli 7 óráig tegye ki a ház elé, illetve a telekhatára, vagy az útszélére, mert ott is jó helyen van, hogy ez zavarja a forgalmat. Ugyanis, ha már 10 órakor gondolkodik, ezzel mondok egy példát, akkor lehetséges, hogy már a járatos kocsi elhaladt arra, és nem kerül. Akkor már ne tegye ki. Akkor már a következő héten. Ennyit akartam csak hozzáfűzni magyarázatként, hogy nyomatékos, meg még egyértelmű legyen. Köszönöm szépen, edzőről elő kell szavazni, vagy ez egyértelmű ilyen módon nem annyira. Tehát akkor ismertetem még egyszer, ez a 4 alkalom november 6-a, 13-a, 20-a és 27-e lenne. Jó, akkor hozunk határozatot, amennyiben a képviselőtestület, és ha nincs több javaslat és hozzászólás, egyetért azzal, hogy az előbb említett 4 alkalom, tulajdonképpen mind a 4 novemberi péntek, legyen a lomblevelek elszállításának ideje, az készfeltartás jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Beszéltünk még a tőli felkészülés tekintetében, ugye itt is volt téma, a hóártakarítás az már megvan. Útszórósó beszerzéséről az tavaly szereztünk be, idén megfelelő mennyiség van a raktáron, tehát arra nincs szükség. Talán beszélni kell arról, hogy van két utcára van ott való úgymond hófogónk, aminek a kihelyezése, amint a terület engedi, ugye megvalósul majd. Itt a Vicai út, Vásártér utca Vica folytatásában, illetve a Kányaváros nevű településrészünk. Rábasor utca, azért mondom, hogy Kányaváros nevű településrészünk. A Rábasor utca vaston túl levő része is ilyen védelemben részesül. Ez lett volna a tájékoztatás, és akkor szeretnék még a segélyekről beszélni, ugye Zoli is mondta, hogy ezt említsük meg. Hasonlóan a tavalyi évhez, az idei évben is kaptunk egy fél kamionnyi, összesen kartondobozban 258 kartondoboz szállítmányt Németországból, pontosabban Bajorországból. És az idei év egyébként a 10. alkalom, hogy
kaptuk ezt a szállítmányt, és ezen a héten napon raktuk ki a Betonárok Kft. Alsó irodaházának az alsó részén, és az idejében úgy döntöttünk, hogy nem hozzuk be ide az ifjúsági házban, hanem ott, mivel elkészült a második szint, és ott egy megfelelő helyszín van, a Betonárok irodaépület második szintjén kerül majd úgymond kiosztásra, vagy párosításra a tavalyi módon. Ez ugye már egyébként fali hidetőkön már kifüggesztésre került a hidetőtábláinkon, illetve boltokban, intézményekben, vendéglátóhelyeken olvashatja a lakosság. Tavalyi módon tehát névleges, jelképes értéket vagy árat kell fizetni az egyes dolgokért, de úgy gondolom, hogy sok hasznos, tehát érdemes ezt eljönni, és sok hasznos, mindenki talál magának esetleg olyat, amit hasznosnak talál, inkább úgy fogalmazok. Főleg ruházati dolgok vannak a csomagban, cipők, de van azért néhány műszaki cikk is. Az árusítás, illetve hát a lehetőség, ez szombaton 9 órakor indul ezen a héten, tehát most ma van 5-e, 6-e, 7-én szombaton. 9 órakor, 9-től 15 óráig, illetve a jövő héten csütörtökön is, csütörtök délután 13:30-tól 17 óráig a tervek szerint. Egyelőre ennyit szeretnék erre mondani, talán mindent nem adani, nem láttam ki olyan fontosabb dolgot. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!